Kaszálás, sok helyen dolgozik a közútkezelő Paks környékén is nyírják a füvet. Lezárt gyűjtő júliustól nem váltják forintra a műanyag kupakokat. Spartatlon élete legkeményebb próbájára készül Prantner Gábor ultrafutó. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Megközelítőleg 8 millió négyzetméteren végeztek kaszálást a magyar közút szakemberei az idén Tolna vármegyében. Az út esztétikára és a közlekedés biztonság javítására irányuló munka folyamatosan zajlik. A közútkezelő Paks környékén is nyírja a növényzetet az utak mentén, csomópontok környezetében. A csapadékos időjárás miatt ismét nagyobb fokozatra kapcsolnak a szakemberek, tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna vármegyei igazgatója. Nagy teljesítményű géppel kaszálta a növényzetet a magyar közút szakembere a Paks-Dunakömlődés Madocsa közötti 51-11-es számú út mentén június 13-án kedd reggel. A társaság folyamatosan végzi a növénygondozási munkákat az utak mentén. A 6-os út mentén már befejezték a kaszálást. Idén már 7,8 millió négyzetméternyi felületen végeztünk kaszálási tevékenységet. A társaság kezelésébe főként a településeket összekötő, illetve azon átmenő országos fő- és mellékutak tartoznak. Az útesztétika és a közlekedés biztonság javítására irányuló többletkaszálási tevékenységet munkatársaink két műszakban, vagy túlórában végzik a jelenleg nagy vegetáció miatt. Tolna vármegyében 1120 kilométernyi országos közút tartozik a társaság kezelésébe. A csomópontok környezetében, körforgalmak területén, turisztikailag kiemelt területeken egész évben zajlik a kaszálás, fűzte hozzá Bece Szabolcs. Mindig az első számú főúttól, a magasabb rendű úttól, a mellék alacsonyabb rendű utakig haladunk. Elsődlegesen a 6-os úton, 52-es úton, 61-es és a 63-as úton, majd ezt követően megyünk rá a Németkéri útra, a Tengelici útra és a négyszámjegyű összekötő és a mellékút hálózatokra. A növénygondozási munkákkal párhuzamosan az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából kiemelt szemétszedési akcióját is zajlik. A közutas dolgozók a hét elején Paks külterületén a 6-os úton tisztították meg az árkokat a hulladéktól. Az utak mentén zajló munkák miatt arra kérik a közlekedőket, hogy vezessenek óvatosan. Pályázatot hirdet rajzok, fotók és rövid videófilmek készítésére a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság a Csatlakozz kampányhoz kapcsolódóan. A téma a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használata. A cél, hogy a pályázatok a passzív biztonsági eszközök használatára ösztönző üzenetet közvetítsenek. A kampányhoz egyébként korábban már Böde Dániel labdarúgó is csatlakozott. A rajzpályázaton ezúttal az alsó tagozat, általános iskolások, a fotópályázaton a felsősök, a videópályázaton pedig a középiskolások vehetnek részt, kizárólag saját alkotással. A benyújtási határidő szeptember 15-e, további információk megtalálhatók a polisz.hu oldalon. Júliustól nem veszik át és nem váltják forintra az összegyűjtött kupakokat a hulladékkezelő cégek egy új Európai Uniós szabályozás miatt. A Paksi Ifjúságért Egyesület június 12-én kiürítette a Viza játszótéren található szív alakú műanyaggyűjtőt. A kupak adományt pedig eljuttatták Kajdacsra, Deák Laura részére. Az Egyesület kéri a lakosokat, mellőzzék a jövőben a gyűjtő használatát. Először landoltak színes kupakok a szív alakú gyűjtőbe, 2022. júniusában adták át a Viza játszótéren található eszközt. Az eseményen a körzet képviselője elmondta, jó kezdeményezésnek tartja a kupakgyűjtőt. Én ennek nagyon örülök, hogy ez ide lett téve, és bízom benne, hogy minél több szülő és minél több gyermek elkezd is beledobálják csak a kupakokat, mert azért ennek ez a lényege. Az átadón elhangzott még, az edényzet az adománygyűjtésen kívül azt a célt is szolgálja, hogy környezettudatosságra nevelje a gyerekeket. A Paksi Ifjúságért Egyesület úgy véli, ezt sikerült elérni, 4 alkalommal telt meg a gyűjtő.
nem egyszer, nem kétszer láttam azt, hogy erre sétálva, a kisgyereket felemelve, kisgyerek dobta be a kupakot a gyűjtőbe, így úgy gondolom, hogy ez is sikerült valamennyire, illetve most mai napon rengeteg, tényleg rengeteg kupakot tudtunk elhúzni a Vörösmarty utcai tagobodából, ami szintén azt bizonyítja, hogy hát remélhetőleg a gyermekek is otthon gyűjtötték és hozták magukkal. Az utolsó kiürítést követően a gyűjtőt lezárták, mivel júliustól nem veszik át és váltják forintra az összegyűjtött kupakokat a hulladékkezelő cégek egy új Európai Uniós szabályozás miatt. Országos szinten változik meg az újrahasznosítási szabály és a feldolgozás menete. Az egyesület tagjai a kupakokat zsákokba pakolták és eljuttatták Kajdacsra. Lauráiknak nagyon nagy szükségem a mindenféle segítségre. Most Barcelonát járták meg éppen egy speciális műtétre, és ennek a műtétnek a költségeibe is a kupakoknak a leadási árával, ugye, amit kaptunk érte, azzal tudtuk támogatni. Mi Lauráikhoz vittük el a kupakot, illetve sokan mások is gyűjtöttek nekik. A Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT üzleti ügyfélszolgálat nyilatkozata szerint vizsgálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel a cég által működtetett rendszerbe be tudják illeszteni az eddigi gyűjtési gyakorlatok folytatását. A megoldásig a Paksi Ifjúságért Egyesület kéri a lakosokat, mellőzzék jövőben a gyűjtő használatát. Tanévzárót tart a ProArtis alapfokú művészeti iskola június 14-én 17 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban. A gála műsoron fellépnek az intézmény növendékei, akik zene és tánc művészeti tanszakon tanulnak. A diákok ezen a napon kapják meg bizonyítványaikat, és a hagyományoknak megfelelően kitüntetik a tehetségeket is. A műsort megelőzően 16:30-tól a képzőművészeti tanszak tanulóinak munkáiból nyílik kiállítás a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti galériáján. Második alkalommal rendezte meg az Atomerőmű Sport Egyesület a Bringázgatom elnevezésű tömegsportrendezvényt. Amíg az elmúlt év őszén a Sánchegyet és környékét járták be a kerékpárosok, addig június 10-én az atomerőmű horgásztavaihoz bicikliztek a jelentkezők. A túrához fotóbeküldő játék is kapcsolódott. Folyamatosan érkeztek a családok, baráti társaságok, a párban vagy szólóban kerékpározók a Paksi atomerőmű horgásztavaihoz. Itt volt a célállomása a Bringázgatom rendezvényének, amelyet már második alkalommal szervezett meg az Atomerőmű Sport Egyesület. A program küldetése most is a közös mozgás volt, de a két rendezvény alapvetően különbözött egymástól. A Bringázgatom egyesnél ott voltak kijelölt útvonalak, itt pedig csak egy kijelölt frissítőpont van, és igen, sokkal könnyebb a táv, mert ugye a Bringázgatom 1-esbe ugye bejártuk a paksi dombokat, dunakörüli dombokat, itt pedig tulajdonképpen a horgásztóhoz simán ki lehetett gurulni. Hát jól gurulni, tekerni kellett hozzá, de nem voltak olyan óriási dombok benne emelkedők. A programon résztvevők köre is változott a korábbihoz képest. Ősszel főleg a dzsúdósok és a kajakkenusokkal voltunk ott, ugye kicsit rosszabb idő is volt, most azért sok olyan kívülálló, azértől kívülálló is eljött, aki úgy látom, hogy csak biciklizni szeretne, úgyhogy nagyon örülünk. A judo országos bajnoka Dallos Petra azonban nem hagyta ki ezt a programot sem. Nagyon jó volt, és azért jöttem el ide, mivel volt az előző bringázgatom, és az is nagyon tetszett. Nagyon izgalmas volt, nagyon szeretek sportolni, és ezért jöttem el erre a bringázgatomra is. Staub Máténak, aki családjával érkezett meg, sem kottyant ez a majdnem 20 kilométeres táv. A Domb utca 28-ból indultunk, és jó volt idefele, mert jó volt a látnivaló, meg ennyi. Szeretsz bicajozni? Igen. De ez nagyon sok kilométer volt. Mentél már ennyit valaha? Igen, többet is. A programhoz játék is kapcsolódott. A túra alatt készített fotókat az ASE közösségi oldalára tölthették fel a résztvevők. A június 13-áig legtöbb lájkot összegyűjtő képek készítői ajándékban részesültek. A szervezők tervezik a programsorozat folytatását. A következő bringázgatomot várhatóan a szeptember 16-ai atomfutást követően rendezi a sportegyesület. Élete legkeményebb megmérettetésére készül Prantner Gábor. A Paksi Ultrafutó 2023. szeptemberében a Spartatlonon áll rajthoz. Az Aténtól Spártáig tartó 246 kilométeres történelmi táv igazán embert próbáló. Nem csak a szintkülönbségekre kell felkészülni, hanem a görögországi forróságra is.
A visszaszámlálás már elkezdődött, mintegy 108 nap múlva ismét Görögországra szegeződik a futóvilág tekintete. Aténtól Spártáig tart a Spartatlon nevű történelmi ultrafutóverseny. A 246 kilométeres embert próbáló távot Prantner Gábor paksi ultrafutó is teljesíteni kívánja a 306-os rajtszámmal. 109 nap körülbelül még rajtig. Ez szeptember utolsó péntekén, ez mindig így van a Spartatlonon, szeptember utolsó péntekén reggel 7 órakor rajtolunk az Akropolis lábától. Az edzéseket is úgy végzi, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen Görögországba. 140-180 kilométeres heteim vannak, ezek között, vagy ezek a távok közötti heteim vannak. Ugye hétköznap futok ilyen rövidebb 15-20 kilométeres tempós futások, illetve hétvégén vannak hosszú futások. Hogy mire számítok a versenyen? Nagy melegre, azt mindenki mondja, hogy nagyon-nagyon meleg lesz. Próbálom úgy ütemezni az edzéseimet is, hogy ugye ilyen déli 1-2 órás időszakban megyek ki futni, amikor nagyon meleg van. Hát próbálok készülni rá, nem lesz egyszerű. Utolsó méterek az Ultra Balatonon Prantner Gábor lábaiban az idei szezonban már van egy 200 kilométer feletti egyhuzamban lefutott táv. Picivel több mint 24 óra alatt érte körbe a Balatont májusban. Próbaversenynek terveztem, ugye akkor még nem volt konkrét a Spartatlon, de nagyon jól sikerült, 24 órás szint, vagy 24 órás célba érkezést terveztem, ebből egy kicsit kicsúsztam, de úgy érzem, hogy vég jó erőben ment, tehát jól éreztem magam végig. A paksi ultrafutó úgy tervezi, hogy egy teljesen új futócipővel vág majd neki élete legkeményebb megmérettetésének a Spartatlonnak körülbelül 108 nap múlva. Kedden este gomoly felhős idő várható, majd késő estétől kiderül az ég. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Szerdán napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-26 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!